Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Katolikus .ma média misszió résztvevőit, akik ebbe a lelki gyakorlatba adventi ráhangoló műsorba belecsatlakoztak. Advent harmadik vasárnapja van, én Sebestyén Péter, plébános vagyok Marosvásárhelyről advent harmadik vasárnapját az öröm vasárnapjának is szoktuk nevezni, hiszen több szentírási rész az örömet helyezi előtérbe. Szent Pál is a Filippi levélben erről beszél. Örüljetek az Úrban, újra mondom, örvendjetek. De hallgassuk meg a napi evangéliumot. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Amikor keresztelő János bűnbánatot hirdetett, a nép megkérdezte. Mit tegyünk? Akinek ruhája van, válaszolta, az egyiket ossza meg azzal, akinek egy sincs. és akinek van ennivalója, ugyanígy tegyen. Jöttek a vámosok is, hogy megkeresztelje őket, és így szóltak hozzá. Mester, mit tegyünk? Ezt felelte. Ne követeljetek többet, mint amennyi megvan szabva. Megkérdezték őt a katonák is. Hát mi mit tegyünk? Nekik is így felelt. Ne zsarnokoskodjatok, ne bántsatok senkit, hanem elégedjetek meg zsoldatokkal. A nép feszülten várakozott. Minnyáján azon töprengtek magukban, vajon nem János-e a Krisztus? Ezért János így szólt hozzájuk. Én csak vízzel keresztellek titeket, de eljön majd, aki hatalmasabb, akinek a saruszíját vagyok méltó megoldani. Ő majd szent lélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. Szórólapátját már a kezében tartja, hogy megtisztítsa szérűjét, a búzát csűrébe gyűjtse, a pejvát meg oldhatatlan tűzben elégesse. És még sok mással is buzdította a népet. Így hirdette nekik az üdvösséget. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Krisztus! Kedves testvérek, már is feltehetjük a kérdést, mi minek szoktunk örülni? Egyáltalán lehet-e a mai világban nekünk most örülni? Van-e okunk az örömre? De személyesen is megkérdezhetjük, én minek tudok örülni? jönnek elő belőlem a különféle magyarázatok, okoskodások, ellenállás az örömmel szemben. Minek örüljek én, aki most temettem el covidos családtagjaimat? Hogy tudjak örülni, amikor egyre drágább a megélhetés, egyre bizonytalanabb a jövő, kilátástalan a holnap, nem biztos a munkahelyem, mindenféle betegség gyötör, a nagy fejlődésben és inger, gazdag, világhálós életben azt sem tudom már, hogy ki vagyok, férfie vagy nő. Nem tudom, miért érdemes élni. Össze vagyok zavarodva testileg, lelkileg. Hogy tudjak így örülni? Minek? Hiszen nem tudok örülni már a pénznek sem, megcsömöröltem a jóléttől, a sok rossz látványától. Minek örüljek? Már a papok szavát sem hiszem el mert ők is csak mondják. Kedves testvéreim, Szentpál apostol a filippiekhez írt levelet a fogságból írta. A börtönből. És tudta, hogy neki onnan már nincsen szabadulás. És azt is tudta, hogy parancsra nem lehet örülni. És ahogy hallottuk, ő mégis derülátó. Nem mondom, hogy optimista, mert az kevés. Hadd szúrjak ide egy fanyar, jelenkori favicet, anekdotát, két pap beszéget a járványhelyzetben. Azt mondja az egyik, hát ennél rosszabb már nem lehet. Mire a másik, dehogy nem. Szent Pál nem a körülményekre figyel, hanem arra, ami őt életben tartja, hogy ő Krisztushoz tartozik, hogy ő már megváltott ember, ő megszabadult az örök haláltól. És úgy várja vissza Krisztust, mint a menyasszony a vőlegényét, aki egy kis időre most elutazott. Érzi, hogy itt van, közel, mindjárt jön. És ezt a reménységet átengedi, átereszti magán, szavain, lelkén, és biztatja a szabadon élő híveit a filippieket, örüljetek. Ne annak örüljetek, hogy nehéz most a sorsotok, ne a szenvedésnek örüljetek, ne a nehéz körülményeknek örüljetek, mert ennek nem is lehet, hanem annak, hogy ti így is Isten kezében vagytok. Ne a világ mérgezett örömének örüljetek, ne azt élvezzétek, ne a véres híreket, tüntetéseket lájkoljátok, hanem annak örüljetek, hogy életetek Isten szeretetének, ölelésének a bizonyítéka, és ezt az életet Isten adta. Azt tud igazán örülni, testvérek, aki be van szeretet. Az öröm, az evangélium, görög kifejezése, magyarul is örömhír. Jézus azért jött közénk, hogy örömet hozzon. Megváltottak vagyunk. Szentpál tudja azt, hogy az elégedetlenséggel, a keserűséggel, a nehezteléssel, a háborgással nem tudunk teret adni Isten jóságának. De ha mélyebbre ásunk egy kicsit, ott van lelkünk békéje, a mély csendes. Az a biztos alap. Isten emberré lett, értünk, itt van köztünk. Ha összeszámolnánk az Ószövetségben, több mint kétszázszor szerepel az öröm. Az új is is százszor legalább. Mert a Biblia embere számára öröm volt a munka, a feleség, a gyermek, az evés, a bor, a jólét, az aratás, az önbizalom, a szerelem, a barátság, a tánc, a jó akarat, az egészség. De ugyanígy a Biblia embere örült annak, hogy Istennel lehet a kultuszban, az imádság élményében. Örvendett a természet láttam, mert Isten műveit látva is örült. Ezért mondjuk azt, és mondja az Anya Szent Egyház is azt a mai napon, ezekben a napokban, hogy legyünk örömteli emberek, akik megtalálták elveszített forrásukat, ott van bennünk ez a forrás. Tisztítsuk meg, mert kiapadhatatlan. És akkor feltör lelkünk mélyéről, ami bújkált addig is, a szenvedése kicsit elhomályosította, de fel lehet szítani. Az öröm, jó érzés, harmónia. Olyan, mintha Isten játszó partnerünk lenne, és játszani hívne, kicsit megcsipkedne. Gyere játszunk, vonatozzunk. Én veled vagyok. Neked adom önmagamat, és te is tovább adod. Játszunk felszabadultan, ne görcsösen, kényszerből, gátlásosan, hanem önfelettem mint a gyermekek. Az öröm a lélek derülje, Isten megérzett jelenléte, ami aztán kiül az arcunkra is, még imádság közben is. A másik gondolat a mai napon, hogy örömünkből fakadjanak, jó tettek. Az örömből fakadjon jóság, jó cselekedet. Ha tudom, hogy Isten egész más szinten örvendeztet meg engem, mint egy ajándéktárgy, vagy egy fagyi, vagy éppen a fizikai egészségem, hát akkor nekem is örömteli tettekre kell serdülnem. Hallottuk, hogy keresztelő Jánoshoz kimentek a pusztába az emberek, is, tanástalanok voltak, vagy éppen annyira felbuzdította őket, mit tegyünk. Ő meg testre szabott válaszokat adott. Mindenki ott cselekedjen konkrétan, ott váljon jobb emberré, ahol van. Ez az adventnek is az üzenete. Sokszor nekünk sem az elmélettel van a gond, hanem a gyakorlattal. Visszakérdezünk, hogyan, milyen módszerrel, hogyan mutassam meg szeretetemet? Hogyan tudjak örömet szerezni? Hogy észrevegye a másik, hogy értékelje, hogy ne értse félre. Sokszor annyira megtervezzük, annyira túl tök, <coughs> annyira túl körültekintőek akarunk lenni, hogy azzal már az eredményt is kioltottuk. Vagy pedig a másik véglet, hogy várjuk, hogy a másik biztasson, hogy felkérjen a táncra. De Advent arra szólít minket, hogy cselekedjünk inkább spontán módon, belső indítatásból, tapintattal, szerető figyelemmel, kezdeményezzünk. Tegyük meg az első lépést családtagunk, barátunk felé. Gondoljuk végig, vajon miben szenvedő hiányt? Minek örülne? Hogyan tudnék én meglepetést szerezni neki? És akkor örömszerzés közben belőlünk is elillan a keserűség, az elégedetlenség, a félelem, minket is öröm tölt el, mert nem vagyunk kegyvesztettek Isten előtt. Az öröm előzi belőlünk a keserűséget, a mélabút, helyette eltölt minket Isten vidámsággal, életerővel. A mai napon gyakoroljuk az örömszerzésnek az erényét. Keressük meg, mi az a módja, helye, helyzete vagy alkalma annak, hogy örömet szerezzünk a másik embernek. Isten áldja Önöket! die Herrlichkeit a Jesus Christus